Szeretettel köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetéseket látják. A mai műsorba, nem mondom, hogy szokatlan módon, egyik kollégámat hívtam, Burján Zsigmond személyében. Nem szokatlan ez nálunk, hiszen időről időre olyan alkotókkal próbálunk itt foglalkozni ebben a műsorban, akik azt hiszem, hogy jócskán megérdemlik, hogy említést tegyünk róluk. Úgyhogy most Zsigát köszöntöm itt a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm, hogy meghívtál, úgyhogy szeretettel köszöntelek benneteket és a nézőket is. Az annak az apropója, hogy meghívtalak ebben a műsorba, az az, nem is egészen az, hogy van egy olyan alkotásod, ami tényleg, amire tényleg méltán büszke lehetsz, és bekerült a Fejér megyei értéktárba is, erről majd később fogunk beszélni, hanem az, hogy szerintem egy picit a mai fehérvári alkotók egy kicsit úgy el vannak felejtve. Néha-néha úgy elő vannak véve, néha-néha történik egy-egy olyan említésre méltó dolog, ami miatt mondjuk érdemes egy filmvetítést, egy beszámolót bármilyen formában tartani, de én azt gondolom, hogy időről időre elő kell venni ezeket a témákat, és meg kell mutatni, hogy Székesfehérváron igenis vannak olyan alkotók, akik értéket teremtenek, mint ahogy bizonyítja ezt a Csak még egyszer előre című filmed, amelyik ugye 2020 tavaszán bekerült a Fejér megyei értéktárba. Igen, ez a film, ez valóban az volt a legfontosabb számomra, hogy ez valamiféle értéket állítsak elő, és úgy emlékezzek meg, egy komoly értéket állítva, a magyar király Székesfehérvár 17-es honvéd gyalogezrednek a történetéről, úgyhogy a hátországban itt maradtaknak a történetét is beleszőttem abba a filmbe, aminek az lett a címe, hogy Csak még egyszer előre. A cím sem volt véletlen, hiszen Sipos Gyula fiatal ezred parancsnok a második isonzói ütközetben, amikor fölállt az ezred, olyan hihetetlen tüzérségi támadást kapott, és olyan hihetetlen nagy anyagi és emberi veszteségeket kapott, hogy ez valóban megszólalt ez a mondat, elhangzott, mégpedig úgy volt, hogy a küszkeivel küszködött a fiatal ezredparancsnok, akkor még alaszredes, Sipos Gyula, és azt mondta, hogy fiúk, csak arra kérlek benneteket, hogy csak még egyszer előre. És innen lett a filmnek a címe az, hogy Csak még egyszer előre. Ez valóban elhangzott. A Mont Saint-Michel-nek a védelmében a 197-es magaslati ponton hangzott el ez a mondat 1915. július 18-án, és ez az ezrednek is az ünnepnapja. De ez valóban elhangzott. Beszélünk egy picit még a filmnek, illetve a címről is, és az ott történt eseményekről, de beszéljünk egy picit arról, hogy ugye te neked azért ez már nem az első filmed, viszont az első ilyen nagy játékfilmed volt, ami ugye Magyar Állam és Székesfehérvár támogatásával jöhetett létre. Korábban is voltak már kicsit ilyen történelmi jellegű dokumentumfilmjeid. Honnan jött ennek az ötlete? Azt tudom rólad, hogy mi mindig néztük és csodáltuk benned ezt a hazafiságot, ezt a fajta vonzódást a történelemhez, a világháborús eseményekhez, főleg a székesfehérvári vonzatához. Hát ez egy találkozással indult. Amikor én visszakerültem Székesfehérvárra, több mint 18 évet dolgoztam a Magyar Televízióban. Én összetalálkoztam egy emberrel, akivel folytattuk ezt az utazást. Még nagyon sokat utaztam, a délszáv háborúban végig jártam. Akkor voltam kétszer Kínában, Indiában, az MTB operatőreként. És ez egy utazást folytattunk, csak hogy helyben és időben. Tehát ezt az ember Siklósi Gyula régész professzornak hívják, akivel nem volt véletlen a találkozásom, és ő hívta fel magára, Fehérvár történelmére a figyelmemet, ami úgy azért úgy valamennyire érdekelt is, de nem voltam ennyire komolyan fölkészülve arra, hogy Fehérvárnak, Székesfehérvárnak ilyen komoly történelme van. És ugye hát a Gyulától tudtam meg, hogy ugye a Kárpát-medence az Európa közepe, és Európa közepének is a közepe gyakorlatilag a Székesfehérvár volt, mert innen indult jóval több út,
mint az akkori Bécsből, az akkori Párizsból, gyakorlatilag az utak találkozása volt Fehérvár, a régi Fehérvár, már a régi Fehérvár, és ez olyan volt, mint egy érrendszerben a szív. Tehát azt mondta Gyula, hogy ha létezik Szent Korona, akkor létezik egy szent város is, az pedig Székesfehérvár. Nem véletlen, hogy itt őrizték sokáig a Szent Koronát, és Székesfehérvár, ugye Gyula világított rá arra, hogy ez temetkezési főváros volt, tehát ez ennyi volt a célja. Nem ez volt a fontossága Fehérvárnak, hogy temetkeztek a királyon, hiszen nem mindegyik temetkezett ide. De viszont mindegyik királyt itt koronázták meg. Tehát ez egy koronázási főváros volt. Ez volt a városnak a jellege, főváros és koronázási város. Majd később aztán a főváros jellege az elkopott, de a koronázási székváros az itt maradt. Tehát a Mátyás királyt is itt koronázzák például. Akkor viszont már nem volt Fehérvár főváros, de a koronázás, ami nagyon fontos volt, az itt történt. És nekem azért Siklósi Gyula régész professzor volt, aki erre fölhívta a figyelmemet, mert ő éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül ásta a városnak a múltját, és amit tudott, az pedig hozzárakta a legkülönbözőbb német, osztrák, svájci levéltárakból, az mind Fehérvárnak a múltjáról szóló cikkeket, írásokat fordított le, magyarított, lefordított őket magyarra, és megpróbálta őket egy bizonyos koncepcióba beletenni. Mert mindig azt mondta a Gyula, hogy a legfontosabb, hogy amit a legújabb történészi vagy régészeti munkával találunk, ott két variáció van. Vagy be tudjuk rakni abba a tudásunkba, mint egy puzzle-ba, amiben belefér, és akkor az erősíti a tudásunkat, erősíti a sejtésünket, vagy hogyha egyáltalán nem fér bele, akkor át kell gondolnunk arról a korszakról, arról a településről, amit tudunk, mert a legújabb régészeti kutatások nem tudják igazolni azt a feltevést, vagy azt a tudáshalmazt, ami már egy képpé összeállt. Uh-huh. Gyula bácsival együtt sikerült ezt az ötletet megtalálni, hogy mégis akkor ezt a 17-es gyalogezred sztoriát feldolgozzátok? Igen, Gyula lelkileg velem volt, de ő már ebben nem volt benne. Tehát mi három filmet készítettünk, a Fehéredőmúlt 1-es, Fehéredőmúlt 2 és Fehéredőmúlt 3 különböző alcímű filmeket. És úgy volt, hogy készítünk egy negyediket is az utolsó szó jogán, de Gyula akkor már távozott, és egyedül csináltam végig, ami az ő kutatásairól, a módszereiről, a Fehérvár történelmében betöltött szerepéről, és egy nagyon kicsit az ő hitvallásáról is szól. Annyit segített ebben, viszont még akkor egészséges volt ebben a filmben, hogy eljutottunk a Fehéredőmúlt trilógiában, ugye az első világháborúig, a világháború történelméig, ahol egyetlen egy ezredet lehetett kiemelni Fehérvár történelmében, ez pedig a 17-es honvéd gyalog ezred volt, hiszen ez az ezred volt a városnak a házi ezrede, ez az ezred volt leginkább fehérvári, tehát nem úgy, mint a K69-es ezred, vagy ami abszolút Kaiser und König, tehát német parancsnokság alatt állt, és nem is tartották a várossal a viszonyt, de a 17-esek abszolút tartották, és ez lett a városnak a házi ezrede. Nem úgy például, mint a huszár ezred, amelyik csak egy meghatározott időt töltött itt Fehérváron, de aztán elvezényelték, gyakorlatilag a 17-esek a 18-ban, akkor vége a háborúnak, ide térnek vissza a maradékok, hát amennyi nagyon kevés maradt meg belőlük, és akkor már az a oroszlános szobor
már állt. 1918. november 18-án az ezred maradéka, Sipos Gyula akkor már ezredes, ezred parancsnokkal ezt a szobrot fölavatják. Ez az első Magyarországon felállított első világháborús emlékmű. Ez a szobor akkor már állt. Annyi volt a különbség, hogy a két oldalán nem voltak azok a domborművek, az jóval később került rá, és a Bori Jenő kellett, hogy rástalálja a szobornak a hátulját. Ennyi volt a köze hozzá, nem ő készítette, hanem egy 17-es seknek a katonája, egy Földe Szabó János nevű ember, aki még a 14-ben az ezrednek a katonája, súlyosan megsebesül az orosz fronton, de ő alkotja meg a 17-es emlékművet, ami az első, mondom még egyszer, hogy mindenki értse, ez a szobor volt a Magyarországon először felállított első világháborús emlékmű. Ezzel is hangzik ugye a filmben, és hát ezzel van vége tulajdonképpen a filmnek. De honnan jött az ötlet, illetve a bátorság ahhoz, hogy egy játékfilmet készíts? Mert hát azért a dokumentumfilm az egy kicsit más kategória, és hát itt azért olyan csata jelenetek vannak, meg tényleg szóval a lélegzet elállító az a technika is, amivel dolgoztatok, akár a pirotechnikára gondolok, de bármi másról beszélhetnénk, és nem is nagyon akarok belemenni a részletekbe, mert jó lenne, ha mindenki látná és megnézné ezt a filmet, hanem inkább az érdekel, hogy honnan jött az ötlete, hogy ezt így megcsináld, itt Fehérvári utcában, például a Rácz utcában. És a helyszín egyébként a csatatér például hol volt? Hú, a kérdés az nagyon jó, hogy honnan jött az ötlet. Először is nem játékfilmet szerettem volna, hanem szerettem volna az ezrednek a Székesfehérvári 17-es gyalog ezrednek az első világháborúban résztvevését, történetét jobban megfogni. Én nem játékfilmre gondoltam, amikor bementem a polgármester úrhoz, Cserpagó és Andráshoz, akkor én csak egy fotót vittem, ami Sipos Gyulát alezredesként ábrázolta, és mondtam, hogy őróla szeretnék filmet készíteni, és akkor azt mondták, hogy de ez nem annyi pénz lesz, többet, jóval többet fognak ráadni, mondom, ez nem egy egyszerű játékfilm ez. És itt éreztem a bizalmat, mert azt mondta a polgármester úr, hogy hát akkor ez nagyon jó, akkor csináljam. És akkor elkezdtem gondolkodni, de mit csináljak? Hogyan csináljam? És Gyula Siklósi annyi segítséget adott, hogy azt mondta, hogy olyan filmet csináljak, ami nem emeli ki a háborúnak a dicsőségét, mert ebben nem, semmiféle dicsőség nem volt. Tehát ne az arról szóljon a film, hogy megmutatjuk azt, hogy milyen jól harcoltak a magyar katonák, hanem inkább a félelmeikről szóljon. És akkor gyakorlatilag elkezdtem írni a forgatókönyvet, egy irodalmi forgatókönyvet, hogy az hogyan sikerült. Ezért ez nagyon sok kutató munkát igényelt. Tehát eleve maga a nyelvezete, hogy az akkori kor szerint fogalmazd meg azokat a mondatokat. Meg hát nyilván a történelmi háttér, azt teljes mértékben tudni kellett. Igen, nagyon sok kutató munkát igényelt, de volt egy olyan pont, amikor elhatároztam, hogy több első világháborús könyvet már nem olvasok el, mert addigra ott tartottam, hogy annyi mindent tudtam, hogy annyira minden szétszaladt a fejembe, hogy csak ültem néha, és néztem a falat, és azt se tudtam, hogy hova nyúljak. Tehát egy bizonyos határt kellett szabni. Itt aztán belépett a képbe a nagyháborút kutató alapítványnak a kutatói, úgy mint dr. Stenzinger Norbert, Rózsafi János és Pintér Tamás, akik nagyon-nagyon sokat segítettek, hiszen őnekik a kutatási területük a monarchia észak-itáliai hadjáratai voltak, például Stenzinger Norbert ebből írja a doktori disszertációt, és a Rózsafi János és Pintér Tamás pedig hadszíntér kutatók ott kint a Doberdó-fennsíkon, amit egyáltalán bejártunk, hogy érezzem ennek az egész tájnak a lényegét. És igazság szerint ezután indult neki a forgatókönyv írás, ami egyébként
valami nagyon fantasztikus volt, mert valahogy leüllepedett bennem, és meggyőződésem azt, hogy a Jóisten segítette azt, hogy egy ezred maradéka a túlvilágról segítsen nekem. Mert máskülönben ez nem jöhetett volna létre. És így sikerült megírni 3 hét alatt a forgatókönyvnek, az irodalmi forgatókönyvnek az alapját, utána azt kiegészíteni, hogy leforgatható legyen, és még hozzá kellett írni. Ugye a legutolsó előtti jelenetben, amikor hazaér az ezred, és felavatják a szobrot, ugye a Tüszkő Sándor játssza a színészt, a fiatal Sipos Gyulát, és hogy azokat, azt az avató szöveget, ahol sajtóban megtaláltuk azt, hogy nagyon fantasztikus, mélyen szántó szavakkal búcsúzik az ezrettől el az ezredparancsnok Sipos Gyula, és avatja föl az új oroszlános, a 17-esek emlékművét. Tehát ez például szó szerint eredetiben hangzik el? Nem, mert nem találtuk meg eredetiben. Tehát a Sipos Gyulának az emlékkönyvébe ez le volt írva, a sajtóban is le volt írva, de a sajtóban, a korabeli sajtóban csak utalást találtunk erre a szövegre, hogy magasztos szöveg. Ezt a szöveget, ezt nekem kellett kitalálni. Na most ez 3 hét alatt sikerült, akkor ugye már a Tüszkő Sándor színész több naponta hívott, hogy áll a szöveg. Hát azt nekem meg kéne tanulni kívülről. Mondom, minden rendben van, minden. Semmit nem írtam. Egyszer csak ültem, és egyszer nem jutott eszembe semmi, és egyszer teljesen véletlenül Dávidnak a Zsoltára eszembe jutott, hogy ha halálvölgyében járok is, nem félek. És abban a pillanatban beugrott az egész, hogy ezzel kell kezdenem. És ezt adtam én a Tüszkő Sándoron keresztül, ugye Sipos Gyulának a szájában, ezt a Zsoltárt elolvastam, kimásoltam, leírtam eredetileg, és utána már magától értető volt, hogy akkor föltesz a kérdés, hogy fiatal koromban hallám Dávidnak ezt a Zsoltárát, de nem tudtam, hogy hol van ez a völgy. Még ha a falál völgyében járok is. De most már tudom, ez az isonzó völgye, amerre ment az ezred, ott hagytak a halottainkat, a fejfáinkat. És gyakorlatilag onnantól kezdve könnyedén le tudtam írni, és másnap csak stilisztikailag kellett javítani, és kész volt ez a szöveg, amire hát 3 hétig jöttem, mentem, nem aludtam, és az ég adta világon nem jutott az eszembe semmi, és lám egy mondat elindította, és onnantól kezdve már tudtam, hogy erről fog szólni. Még egy picit nem túlságosan belemenve a részletekbe, de mégis a színészeket hogy sikerült magad köré gyűjteni? Ugye van köztük kollégánk is, elmondhatjuk, Szabó Miklós Bence az egyik katona. Igen, Szabó Miklós Bencét, Barbé Gábort és a Szigeti Annát, őt ismertem, és az volt, hogy úgy gondoltam, hogy az egyik főszerep az rájuk fog esni. Tehát az Anna lesz, aki a hátországban itt maradtat, és a Gábor pedig a férjét fogja eljátszani, aki elbúcsúzik tőle. És eljátszattam ezt a jelenetet velük, mindenféle kamera, világítás nélkül, és annyira emberhez szólan tudták előadni, hogy abszolút megbíztam bennük, és föl is kértem őket a szerepre. Ide tartozott aztán a Barbé, illetve Borbé Misi, és a Szabó Miklós Bence, és gyakorlatilag ez hárman vonulnak be, egy darabig hárman élnek ebbe a háborúba. Közeli barátság kötődik mindegyik között, de a háromból csak az egyik éli túl, és ő jön haza. Aki egy gyáva ember volt, de utána megmutatja, amikor egyedül maradt, hogy helytáll a háborúban. Tehát nem arról szól, hogy ott mindenki hősnek született, de hősé vált. És hát a film az pedig értékké vált, ugye? 2020 tavaszán, ahogy már műsorunk elején mondtam, bekerült a Fejér megyei értéktárba. Ezt meg is mutatom
a nézőknek, hogy van egy ilyen értéktárunk, és ebben, ha jól tudom, az 56. és összesen 65 van ez idáig, de hát ez ugye folyamatosan bővül. 65-ként bekerült, nagyon szép leírás van róla, így mutatom a nézőknek is. Mit jelent ez neked, hogy talán, ahogy beszélgettünk előzetesen erről, Pesovár Ferenc nagynevű versenye, népdal versenye mellé, az Alba Régia Tánc Együttes, a Pákozdi Katonai Emlékpark, és hát még sorolhatnám, hogy mennyi minden van ebben a könyvben és értéktárban. Ezek mellé te is bekerültél a filmeddel. Hát ennek én végtelenül büszke vagyok, hogyha csak a Pesovár Ferencet veszem, akit én még ilyen gyerekkoromban egy-egy kocsmában úgy hallgattam, én őre engem nem hiszem, hogy megismert, nem hiszem, hogy emlékezik. Én annyira kis visszahúzódó, olyan kis nem tudunk, ha voltam, csak úgy néztem ezt az embert. Ugye később tudtam meg, hogy büntetésből helyezték ide Fejér megyében néprajzkutatóként, hogy az 56-os eseményeknél volt valami, amit talán maximum szöveggelt, és kapott egy hónap börtönt, és büntetésből ide helyezték, és innen, mert hogy itt úgy sincs semmi. Hát a Pesi 3 darab több száz oldalas könyvet írt csak Fejér megyéről, és fölélesztett egy halott népszokást, ez a bohai tikverőzés, amit az ő kérésére eljátszottak. De akkor már előtte már évek óta ez nem működött. És onnantól kezdve ez újra működik. Tehát olyan volt, mint a Jézus oda megy a Lázárhoz, és azt mondja, hogy gyere ki. Hát a halottaiból indított el egy népszokást, ami aztán az ország értéktárába, vagy gyűjteményében már bent van a mohai tikverőzés, és azóta is működik. Akkor a többit nem is említem, csak az alapi ugrós, az szintén a Pesovárhoz tartozik. Tehát ő azért olyan munkát adott ki a kezéből, hogy valahogy ez meghatározta egész Fejérvegyének az értékeit. Hiszen szinte mindegyik köthető hozzá, meg az biztos, hogy az ő munkássága alapján indult el, ugye Molnár Krisztián és Balogh Gábor, aki ezt az egészet elindította, hála Istennek, hogy ez elindult, mert kiderültek, hogy vannak értékek Fejér megyében, és én is nézegettem, hogy hova került a film, egyszerűen nagyon-nagyon prominens helyre került, én azt gondolom. Itt azért egyet tudunk még meg a jövőre, a megyének, meg a városnak úgy felhívna a figyelmét, hogy azt gondolom, hogy Siklósi Gyula is belekerülhet nyugodtan a Fejér megye értéktárában, hiszen amit ő Fehérvárt ásta és kutatta, az teljesen egész Magyarországon teljesen szokatlan, hogy ilyen mélységekig bele tudott valaki ebbe ásni, és nem csak ásni, mert amit lehetett, fölásott. Tehát nem tudta az egész várost, részeket tudott, mert ugye ez egy kész város. Ahol ásatás volt, oda ment, vagy ahol közművek cseréje volt, oda ment ásatni, és ezért a részletekből is össze tudta rakni a városnak a szerkezetét. Tehát én azt gondolom, hogy a Gyulának is ebben biztos vagyok benne, hogy az ő neve benne van, mert amit letett ezért a városért, ugye a megyének a fő városáért, meg az első fővárosért, az egyszerűen kivételes. Tehát én köszönettel tartozom Balsai Istvánnak, Cserpakovics Andrásnak, hogy segítettek jelölni engem erre a díjra. Nagyon nagy köszönet és hála, és Balogh Gábornak és Németh Krisztiánnak, hogy segítettek bekerülni ebbe a díjba, ami egyébként is valahol nekem Fehérvár és Fejér megye maradt mindig is a lelkemnek, a szívemnek a központja. Hiszen erről szól a Fehérvedő múrt 3 plusz a negyedik rész, erről szól a csak még egy előre, ugye a székesfehérvári és Fehér, főleg ugye az elején székesfehérvári és Fejér megyei fiatalokból állt az ezrednek az állománytáblája,
De annyira elfogyasztotta az Ezred az állománytábláját, hogy a végén Tolna, a Veszprém és a Somogy megyéből is, akit tudtak, besoroztak, hiszen ennek az Ezrednek azért hozzátartozik a történetéhez, most már tudjuk, hogy 2200 és 2400 volt a békeidőben az Ezred állománytáblája, és a háború végéig 1918. november 17-én tér haza a maradékuk, olyan 9000 és 9600 ember volt a vesztesége ennek az Ezrednek, ami óriási, és ez főleg Fejér megyei, először Fejérvár, Fejér megye, majd később a végén, amikor olyan súlyosak voltak a hiánylisták, akkor kiegészül különböző megyékkel, de főleg innen valókkal. Ből állt az Ezred. Maga ez az elismerés, hogy letetted a névjegyedet ebben az értéktárban, és hát szerintem a megyében és mindenhol székesfehérvári filmesként, mire ösztönsz téged? Ugye azt tudom, hogy hamarosan elvileg jön a folytatása, a Szétszakítva című film. Ez így önmagában csak, hogy ez ösztönöz, nem ez ösztönöz. Viszont már ezt a filmet, ezt a Szétszakítvánál elkezdtem írni a forgatókönyvét, amikor még ez a film bekerült volna az értéktárba. Ez ugye ez a film arról szólna, hogy a túlélők hogyan tudják túlélni a háborús sérüléseiket. Hogy tudnak visszailleszkedni a normál életbe, hozzáteszem nagyon nehezen. Hogy tudják túlélni a vörös hadsereget, a megváltozott idő szakokat, a Károly kormányt, az, hogy széthullik az Ezred, az ő életük széthullik, aztán újra katonának találják magukat, és eljutunk ugye a trianoni békeszerződés aláírásáig, és ezt akarom ábrázolni, hogy gyakorlatilag annyira nem tudta, hogy miről van szó senki, hogy még az Ezrednek a volt parancsnoka, aki már később nyugdíjba megy, aki a Bécsi Katonai Akadémiát végezte el, tehát magasan képzett, kvalifált katonatiszt volt, ő sem értette, hogy mi van, ugyanúgy, ahogy azok, akik túlélték, azok sem értette, hogy mi van. Tehát ezt elkezdtem ezzel már foglalkozni, mert úgy éreztem, hogy kell még mondani való, igen, kell még erről beszélni. És kialakítottuk a dramaturggal úgy a forgatókönyvet, úgy készítettük el, hogy az is értse, aki nem látta a Csak még egyszer előre című filmet, ugye Adorján Viktor volt, aki ebben a dramaturgiában már sokat kellett, hogy segítsen, hogy hogy kapcsolódunk ebbe bele, hogy indítjuk el újra azt a folyamatot, hogy zárjuk le. Szóval az értéktár abba volt segítség, de abba óriási, hogy amit elkezdtem, és azt gondoltam, hogy talán jó lesz ez, talán meg kell csinálni, abba határozott véleményt formált, hogy igen, ezt meg kell csinálni, mert hiszen azért egy ilyen társulat mellé, társaság mellé, örökre, gyakorlatilag ez most már örökre bent van a megyének az értéktárjában, egy ilyet munkát sikerül lerakni, akkor tovább kell menni. Tehát ez egy nagyon nagy lelki segítség volt. Nagyon nagy erőt adott. Nagyon a műsoridőnk végén vagyunk, csak azt áruld el, hogy lehet-e már tudni, hogy mikor lesz kész ez a film? Azt szeretnénk, hogyha 2022. június 4-én lenne a bemutatója, tehát a rendezői változatnak a bemutatója. Hozzá kell tennem, hogy nagyon sokat álltunk a Covid miatt, és bár most már megoldani látszódnak az anyagi problémák, de Fehérvár önkormányzata ugye cserpalkovítanás támogatta, de még van jó néhány támogatnivaló, hiszen ez is játékfilm lesz. És azt, amit egyszer már meg lehetett csinálni, hogy olyan olcsóból kihozni egy játékfilmet, azt gondolom, hogy csak egyszer lehetett, csak egyszer volt Budán, vagy Székesfehérváron kutyavásár, tehát még egyszer ugyanazra pénzért már nem tudjuk megcsinálni. Tehát megoldódni látszik, de még várunk
segítséget. Hát én akkor sok sikert kívánok a további munkádhoz. Köszönöm, hogy itt voltál és meséltél, és hát azt kívánom, hogy akkor egy jó fél év múlva üljünk itt és beszélgessünk újra az új részről. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Burján Zsigmonddal beszélgettem, ez volt a Fehérvári Beszélgetések, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!